Ősszel áramot fog termelni a Szili naperőmű. A beruházás 250 család éves energiaszükségletét látja el. A Csornai járás első naperőművének ünnepélyes alapkőletételén Lengyel Oszkárné polgármester elmondta, a Szili származású Kaproncai Ferencnek köszönhető, hogy megépül a település határában a korszerű napelempark. Ebből is látszik, hogy nem felejtette el Szilit, nem felejtette, ahol felnőtt, és szereti a szili embereket, és talán a szíve még most is visszahúz, bár egy szép családban élhet. Úgyhogy nagyon köszönjük neki, hogy ide hozta ezt a napelemparkot, és abban bízunk, hogy talán majd, ha többen tudósulnak, vagy többen értesülnek erről a dologról, akkor talán mások is idejönnek Szilba, hiszen Szil nagyon szép, nagyon kedves, nagyon kellemes kis falucska. Simon Robert Balázs megyefejlesztési biztos köszönetet mondott Kaproncai Ferencnek, hogy megvalósítja Szil határában a naperőművet. És információim szerint mintegy 250-300 család energia szükségletét tudja biztosítani. Nyilván ez úgy történhet meg, hogy ez bekapcsolásra kerül a hálózatba. Én, mint a megyei fejlesztések minisztéri biztosa szeretnék köszönetet mondani a bátor vállalkozónak, akinek ez már a harmadik cége, hogyha jól tudom, és azt kívánom, hogy a beruházása térüljön meg, és ebből mi állampolgárok profitáljuk, és annyit szeretném még zárni, hogyha a következő időszakban bármiféle elképzelésen tervek van, akkor szívesen állunk rendelkezésedre, és a megfelelő támogatást természetesen biztosítjuk. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Pintér Péntek Imre, a megyei iparkamara elnöke felhívta a figyelmet, a munkahelyteremtés mellett iparűzési adót is fog fizetni a vállalkozó Szilnak. Az ember, amikor eljön egy ilyen avató ünnepséggel, akkor számtalan gondolat megfordul a fejében. Először az, hogy a polgármester asszony mondott nekünk, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy valaki nem felelt el, hogy hol született. És a Feri nem felejtett el, hazaért erre a településre, alapítványt hozott létre, és most azon kívül, hogy támogatja saját erejéhez képest a települést, most munkát is hoz erre a településre, és hogyha ez jól fog működni, akkor még adót is fog fizetni, amivel a település majd mindenféle jó dolgot fog tenni. Azon kívül, hogyha beruházást nézzük, ugye a mai világban ezek az alternatív energiák az minden bizonnyal előre fognak törni. Hogy milyen mértékben és hogyan, azt még nem igazából tudjuk, ahhoz még egy-két dolgot ki kell találni a világnak, hogy mit csinálunk az elektromos áramban, amikor tárolnunk kell, de az arra van a világ, hogy ezt kitalálja, a Feri meg azok az úttörők közé tartozik, aki azt mondja, hogy én nektek termelek elektromos áramot, és nem életleg az elektromos áram, amit én termelek, az annak a tisztasága és a jósága a mai kornak minden szempontból megfelel. Az összes többi, meg az elektronikát, az elektromos áramot menedzselőknek a történet, hogy honnan tudják megoldani, hogy amikor ma nem sok a nap, akkor mit csinál az elektronikai rendszerünk is, honnan tovább a villamos áramot. De minden esetre az nagyszerű dolog, hogy az embernek egy jó ismerőse, a Rába közben, ami nekem amúgy is egy kedvenc vidékem, ott egy ilyen beruházást tesz, ami a 21. században azt gondolom, hogy sok meg fog történni sokfajta módon. Ehhez gratulálok, sok egészséget kívánok hozzá neked is és a örököseidnek is, és remélem, hogy hosszú időn keresztül ez itt működni fog, és még nagyobb lesz jövőben ez a beruházás. Köszönöm szépen! Az időkapszulába különféle sajtótermékek mellett a Rábaközi magazin egy példányát is elhelyezték. Az alapkőletétel után Kaproncai Ferenc elmondta, a napelempark fél megawatt teljesítményre lesz képes. Ez egy fél megawattos, 500 kilowattos, ugye, vagy fél megawattos teljesítményű naperőmű. Ez az a feltáplálási oldalt jelenti, tehát a 22 kilowattos feszültség, amit a hátunk mögött megy, arra maximum ennyit engedély ez az EON feltáplálni. A másik teljesítménye pedig a napelemeknek a teljesítménye. Az ennél az a célszerűen nagyobb legyen, mert közben veszteségek vannak, illetve reggel, mikor el kell sütni a nap, akkor még nincs csúcson. És azt úgy terveztük meg, hogy a napelem park teljesítménye az 20%-kal nagyobb, tehát 605 kilowattos a napelem park. A teljesítménye. Ez az éves termelés, ez úgy lehet mondani, hogy 250-300 családnak az éves villanyfogyasztását fogja megtermelni. Mennyi napelemmel? Igen, 2200. Tehát 2200 napelem fog ide kerülni a hátunk mögött lévő tartó rendszerre. 400 darab cölöp van leverve, és azon lesznek a tartóasztalok. Honnét szerzi be a napelemeket?
német cég az, aki ezt a Vinajco napelemeket vesszük, de természetesen, hogy hol gyártatják, az ország világ másik felén is lehet, tudjuk, hogy sokat gyártanak Kínában és a olcsó munkaerő, de ma már nem az a kérdés, hogy melyik országban, hanem milyen minőségbiztosítási rendszer felügyelet működik ott. Csinálnak. Mi lesz a megtermelt energiával? Hova kerül? A megtermelt energia itt a hátunk mögött megy egy 22 kW-os feszültség az útnak a másik oldalán. Ott, ahol az út vége van, tulajdonképpen ott lesz egy transformátorállomás, és az út másik oldalán lévő oszlopra lesz feltáplálva, tehát az országos hálózatba fogunk betáplálni. A Magyar Villamosművek térképén, ahol rendezik az erőműveket és újasztást, ott megjelenik egy pont, ott ez egy erőmű lesz, ami szél határával lesz, és azt is az országos rendszer tudja irányítani, akár lekapcsolni, ha valami olyan ok lenne, ami miatt le kell kapcsolni, azt is meg tudja tenni. Hát ezt egy jó héttel ezelőtt kezdtük el, tehát viszonylagosan egy olyan gyakorlott csapat végzi, olyan cég, aki gyorsan és szakszerűen el tudja ezt készíteni. Hát a terv szerint most vagyunk ugye július közepén, hát egy hónap múlva, de augusztus végére összeáll úgy a rendszer, hogy már áramot fog termelni, de akkor még utána egy hónap próbaüzem következik, amikor összehangolják az E.ON mérnökei, a mi mérnökeink azt, hogy a rendszer tényleg jól működjön, megbízhatóan, pontosan, és akkor utána fogjuk megkapni a működési engedélyt, és akkor lesz az, amikor ténylegesen már a rendszerbe táplál az erőmű. Hát ez bizony október környékére satszolom. Lengyel Oszkárné polgármester elmondta, a falu számára iparúzési adót is jelent a beruházás. Igazándiból csak a területet kell majd rendben tartani, védelemre nem szorul, ha csak biztonsági szolgálat nem lesz majd itt. De az iparúzési adó az a lényegesebb dolog, ezt a Ferivel megállapodtunk abban, hogy az iparúzési adónak egy bizonyos részét a Kaproncai Alapítványba fogjuk befizetni, hogy abból az alapítványból aztán a SZIL tehetséges gyermekeit tudjuk támogatni. Tehát duplán jól jön a falunak ez a beruházás. Azon kívül nagyon fontos az, hogy aki itt elmegy, látja ezt a napelemparkot, és talán felfigyel majd jobban SZIL-ra, és esetleg egy újabb beruházás is jöhet ide, ami majd több munkahelyet teremt. Bízunk benne, hogy ez sikerül. Feri nagyon nagy erővel neki fogott ennek, és biztos vagyok benne, hogy végre is fogja hajtani, hiszen még eddig, amihez hozzáfogott, azt meg is tette, megcsinálta. Csak gratulálni tudunk neki. Körülbelül 2-3 hónap múlva már működni fog ez az erőművi cél határában. Körülbelül mekkora az iparűzési adó? Valamilyen számításokat végeztek-e? Hát előzetes számítások voltak, a kezdeti időszakban talán egy 500 000-hoz közelítő iparűzési adó várható, de aztán később ugye a feltermelések során ennél valószínűleg, hogy valamivel több is. Most a biztonság kedvéért nem nagyon számolunk ennél többel. Köszönöm.